Kedves gyerekek, bizonyára emlékeztek még a televízió Pályán maradni című vetélkedőjére. Ez a műsor most kiterebélyesedik. Lesz benne kispályás foci, kézilabda és egyéb sportversenyek. Mindegyikről összefoglaló készül majd, de a legérdekesebbeket teljes egészében közvetíti a televízió. Az első ilyen adás március 12-én szombaton délelőtt lesz. Jelentkezzetek tehát a televízió Pályán maradni című vetélkedőjére. Egy feltételünk azonban van. A csapattagok közül senki sem lehet igazolt játékos abban a sportágban, amire jelentkeztetek. Lakóhelyek, iskolák, őrsök, művelődési otthonok, úttörőházak állíthatnak ki 10 fős csapatot. Javaslom, hogy már most kezdjetek el edzeni. Kérjétek meg szüleiteket, tanáraitokat, hogy segítsenek nektek a felkészülésben. A barátokat, ismerősöket pedig hívjátok el a vetélkedőre szurkolni. És a legfontosabb a cím. Magyar Televízió 1810, Szabadságtér 17. A borítékra írjátok rá, Pályán maradni. Most pedig egy holnap délelőtti műsorról. Indul a Távadó című sorozat, amelyben a pénzügyminisztérium szakemberei adnak tanácsot az érdeklődőknek. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a Magyar Televízió és a Pénzügyminisztérium Távadó sorozatában. Amint tudják, megkíséreljük a gyakorlati szakemberek számára közérthető, egyszerű, világos magyarázatokkal és példákkal a televíziót is felhasználni. Bemutatjuk a személyi jövedelemadótól a társadalombiztosítási rendszerig, a vállalati jövedelemszabályozáson keresztül az új működő szabályok leglényegesebb gyakorlati tudnivalóit. A műsor gyakorlati szakembereknek és az érdeklődő közönségnek is készült. Sajnos a rádió és televízió újságban tévesen jelent meg a telefonszám, amelyen a videokazetták is megrendelhetők. A Televideo márkaból telefonszáma helyesen a következő. 422-147, megismétlem, 422-147. Most pedig a televízió jövő heti műsoraiból ajánl önöknek megnézni valót Radnóti László. Jó napot kívánok, köszöntöm önöket, valamennyiüket. Dehogy akarom én önökre rátukmálni a véleményemet. Pusztán tájékoztatni szeretnék. Programfüzetünkben, a rádió és televízió újságban néhány műsorhoz mellékeltek pár eligazító, érdeklődést keltő mondatot, de azért képpel inkább lehet agitálni egy jövő heti látnivaló mellett, nem? Jelenlegi félórás igyekezetem végbizonyítványát majd csak egy hét múlva öreg este állítják ki, amikor a bemondó lehúzza a képzeletbeli redőnyt, és önök úgy értékelnek, hogy valóban nem vezettem félre a nézőket, és nem kell nekem fenyegető, gyalázkodó leveleket küldeni szélhámosságom miatt. Amit ajánlok, jó szívvel teszem, és vállalom a kockázatát. Annak előrebocsátásával, hogy egy, tévedni emberi dolog, kettő, ízlések és pofonok különbözők. Ezek után szeretném beavatni önöket két kulisszatitkunkba. Először abba, hogy miért olyan a most kezdődő 30 perc, amilyen. Alapelvünk szerkesztő kollégámmal az volt, hogy műfajilag minél tarkább legyen a kínálat. Gerjesszen étvágyat, hogy pontos legyek, kopogjon a szeme az éhségtől a tisztelt nézőnek. Várja türelmetlenül azt, amire hosszú fogakat csináltunk neki. Másodszor pedig én a magam részéről szeretem, ha látom, mit etetnek meg velem az étteremben. Ezért többnyire ott flambírozzák a menüt az asztalom mellett. Megpróbálkozom ezzel a módszerrel magam is. Szemük láttára készül a szellemi táplálék, együtt mozizunk. Ezen a kazettán minden rajta van, ami a 7 adásnap kínálatából, ezúttal ugyanis hétfőn is lesz kép, nem csak vibrálás, tehát amit csaligyanánt föl akarok villantani önöknek, kedves nézőtársaim, apropó hétfő. Az utolsó pillanatban adta kezembe Majros Klára szerkesztő ezt a rövid tájékoztatót, hogy pár szót szóljak a hétfőről is, előbb
arról, hogy új műsorral jelentkezik a televízió. Ha úgy tetszik, réteg műsor ez, bérelszámolóknak, társadalombiztosítási szakembereknek, jogi, pénzügyi, gazdasági embereknek szól, továbbképzésként az adók témakörben. Ha megengednek és elfogadnak tőlem egy javaslatot, vegyék föl videóra, és hogyha nem világos egy táblázat, vagy valamelyik részlet, akkor vissza lehet pörgetni, megnézni újra. Hétfőn a személyi jövedelemadó kerül terítékre, azaz képernyőre. És ami a képes ajánlatot illeti, hogy lássák, mennyire óvatos duhaj vagyok, biztosra megyek. Elsőként egy Oscar-díjas filmből látunk részletet, egy remek cirkuszfilmből, James Stewarttal 1952-ből. Cirkuszba hívjuk Önöket. Cirkuszba, amelynek színes kavalkádja mindenkit csábít, aki játsza.